Érezni kell, hogy meg kell erősíteni. Mindent el fogok követni, hogy az ön nyomdokába méltón léphessek, eskümhöz, elnöki eskümhöz híven. Magasra tette a mércét. Köszönöm szépen, hogy ilyen magasra tette. Én, mint bajnok, megpróbálok méltó lenni önhöz. Sokat tanultam, követtem az ön munkásságát, és igyekszem az ön útmutatás szerint is dolgozni. Jottányit sem fogok engedni az alkotmány rám szabta felelősségemből, és nekem is lesznek külön vállalásaim. Ma éjfélkor jár le Sólyom László államfői mandátuma. A rendszerváltozás utáni Magyarország harmadik köztársasági elnöke civil támogatással indult a posztért, és az akkori ellenzék támogatásában lett államfő. Sólyom László 1942. januárjában született. A politikával a 80-as évek elején a környezetvédő mozgalmakon keresztül találkozott. A jogász végzettségű Sólyom László volt az Alkotmánybíróság első elnöke. Köztársasági elnöknek 5 évvel ezelőtt a Védegylet javasolta. 2005. februárjában több mint 100 közéleti személyiség, művész, tudós, pedagógus, jogász és más aláíró nyílt levélben kérte megválasztását. Én Sólyom László. Esküszöm. Esküszöm. Az idevezető út azonban nem volt ennyire egyszerű. A köztársasági elnök választás két alkalommal is eredménytelen volt, mert semmelyik jelölt nem kapta meg a kétharmados támogatást. Sólyom László hivatali ideje alatt 94 külföldi látogatást tett, 47 országban járt. Államfőink közül ő utazott a legtöbbet, legtöbbször 9-szer Szlovákiában járt. 10. látogatása azonban meghiúsult, mivel Szlovákia nem engedte területére lépni a magyar államfőt. A környezetvédelemhez hivatali ideje alatt is hű maradt. Leglátványosabb akciója az volt, amikor feleségével együtt felgyalogolt a Zengőre, ahová korábban radarállomást akart a NATO építeni, ami ellen ő maga is tiltakozott. A törvénnyel nem értek egyet, azt nem írom alá, nem hirdetem ki. Több törvényt küldött vissza az országgyűlésnek. Ilyen volt például 2007. decemberében az úgynevezett TB-törvény, vagy tavaly az új polgári törvénykönyv. Nem volt ez másként a kormányváltás után sem. Visszaküldte az alkotmánybírákról szóló törvényt és a kormány tisztviselői törvényt is. Magyarország és Csehország elkötelezett a V4-ek és az EU mellett, közölte Martonyi János, miután Budapesten tárgyalt cseh kollégájával, Karel Schwarzenberggel. A magyar külügyminiszter elmondta, Orbán Viktor ősszel Prágában kezdi meg hazánk uniós elnökségét előkészítő körútját. Karel Schwarzenberg arról szólt, hogy a két országban stabil kormány működik, amelyik hatékonyan tud együtt dolgozni olyan területeken, mint az energiapolitika vagy a Nyugat-Balkánnal ápolt kapcsolat. Martonyi János kérdésre válaszolva jelezte, a magyar és a szlovák miniszterelnök megállapodásaként a két ország vitás kérdéseit kétoldalú keretekben tárgyalják meg. Magunkat ahhoz a megállapodáshoz, amire az előbb utaltam, hogy megindítunk egy olyan átfogó tárgyalási folyamatot, amelyik valamennyi vitás kérdésnek a megoldására irányul. Mintegy 20 000 állami hivatalnok veszíti el jövőre állását Szlovákiában, írja a Pravda című független pozsonyi napilap. Az elbocsátás része annak az intézkedés csomagnak, amellyel Iván Miklós pénzügyminiszter szeretné hatékonyabbá tenni a szlovák gazdaságot. A nap értesülései szerint Miklós levélben már közölte a minisztériumokkal és az állami hivatalokkal, hogy jövőre 10%-kal kevesebbet kapnak a bérekre, mint az idén. Magyarországon 15%-kal nőtt az ipari termelés júniusban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az ipar az első fél évben 9%-kal teljesített többet, mint tavaly. Az elemzés szerint ez egyértelmű növekedést jelez, mert hónapról hónapra gyorsulást mértek. Tavaly ugyanekkor még 22%-os csökkenést tapasztaltak a statisztikusok. A végzős orvosok 3/4 döntött úgy a rezidens törvény módosítása után, hogy Magyarországon marad és itt vesz részt a szakképzésben. A Magyar Rezidens Szövetség felmérése szerint így 250-nel több orvos marad majd itthon. A röghözkötésnek is nevezett jogszabály ugyanis kimondta, hogy a fiatal orvosoknak az 5 éves szakképzés után még 4 évig ugyanabban a kórházban kell dolgoznia. Orvosoknak alig 37%-a jelentkezett volna a szakképzésbe, és ehhez képest közel 3/4 döntött végül is a kormány döntésének
pozitív döntésének a következtében, hogy mégis jelentkezik a magyar szakképzésbe. A frissen végzett orvosokról beszél a Magyar Rezidens Szövetség elnöke. Felmérésük szerint a kormány módosító rendeletével 250-nel többen maradnak Magyarországon. Itt a szolnoki Hetényi Géza kórházban is legalább 20%-os az orvoshiány, és az utánpótlás is kevés volt. A júliusi módosítás után viszont több rezidens jelentkezett, mint amennyi hely volt. Szolnok, mint megyei kórház súlyos orvoshiánnyal küzd, és ez egy nagyon jelentős erőlelépés a mi életünkben, hogy megközelítőleg 34 rezidens álláshelyünkre 41 fő jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy ősszel gyakorlatilag biztosan mondhatjuk, hogy a meghirdetett álláshelyeinken új orvosok fognak elkezdeni dolgozni. A hiány szakmákat választó orvosok plusz juttatást is kapnak, bérüket a minimálbér felével egészítik ki. Tömegesen vándorolnak ki az egészségügyi dolgozók Romániából. A kormány megszorító intézkedése miatt csökkent a bérük, ezért egyre többen inkább külföldön keresik a boldogulást. Drámai a helyzet a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf megyei kórház sürgőségi osztályán is. Néhány napja 8 orvosból 3-an mondtak fel. A Romániában átlagosan 200 euró egy gyakorló orvos havi fizetése. Gyógyszerérzékenység van. Épp egy beteget kérdeznek a kórház sürgősségi osztályán. Ezt a vizsgálatot a családorvos is elvégezhetné, de miután egy jogszabály megengedi, sokan inkább a sürgősségire mennek panaszukkal. Főleg azért, mert ide nem kell kérniük sem beutalót, sem időpontot. Az orvosok közül azonban sokan már nem bírták a terhelést. Megháromszorozódott az esetek száma az utóbbi hónapokban, és ehhez hozzájárul még a túlhajszolt orvosok felmondása. Jelenleg 3 orvos látja el a betegeket. Naponta akár 80-an, 100-an is megfordulnak a rendelőben. Átmenetileg a mentőszolgálat orvosai segítenek az ellátásban. Az egészségügyi tárca azt ígéri, azonnal meghirdetik az 5 sürgősségi orvos állást. Kérdés viszont, hogy a csaknem 25%-kal csökkentett közalkalmazotti bérek miatt lesz elég jelentkező a megüresedett helyekre. Szemtelennek nevezte a pénzintézeteket Traian Băsescu. A román államfő a bukaresti közszolgálati televízióban azt mondta, hogy a bankok manipulálták és gerjesztették a román gazdasági növekedést, emiatt 2007-ben és 2008-ban kóros emelkedést mutatott a román gazdaság. A bankok képviselői bántónak nevezték Băsescu vádjait, és azzal érveltek, hogy az adók révén most épp a pénzintézetek enyhítik a kormány által generált hiányt. A román államfő azonban azt mondja, hogy a bankok igyekeznek minden felelősséget elhárítani, pedig felelőtlen hitelpolitikájukkal gazdasági válságba sodorták az országot. Szinte személyigazolványokra osztogatták a bankkölcsönöket, és most épp ők oktatnak ki a tévékben. Ez arcátlanság. A bankok előbb felborították a romániai költségvetést, most meg okoskodnak. Ezután óvatosnak kell lennünk, és a megszorításokat végig kell vinnünk. Fontos, hogy az egészséges gazdasági növekedés útját válasszuk. Most pedig lássuk, mi lesz még a híradóban. Figyelmeztetés mindenkinek, mert nem végezték jól a dolgukat. Súlyos mulasztást követtek el, mert a tűz lassan közelítette meg a bázist, fel lehetett volna rá készülni. A tűz 13 hangárt megsemmisített az összes hadifelszereléssel együtt. Az orosz miniszterelnök a tűzoltókat látogatta meg Voronyezsben. Oroszország szerte 170 ezeren oltják a tüzeket 5000 helyszínen. A hőség pedig tovább tart, holnapra 42 fokot jósolnak Moszkvában. Naomi Campbell. Melecski Levente nagyot csalódott. A révkomáromi diák színjelesre érettségizett. Mégsem jutott be egy fővárosi egyetem politológia szakára. 3 tantárból is lerontották a jelesről 4-esre a jegyemet, és így 42 ponttal kevesebbet kaptam, mint amennyit előtte az információk alapján kiszámoltam. Az oktatási hivatal jogköre, hogy eldöntse, egy adott ország érettségie mennyire felel meg a magyarországi követelményeknek, mondja a szaktárca illetékese. A szakértőkkel megvizsgálva a vizsga tartalmát, követelmény szintjét, azt a megállapítást hozták, hogy ez alacsonyabb követelmény szintet támaszt, mint a magyarországi
emelt szintű érettségig. Ráadásul, aki határon túli magyar gimnáziumban érettségizett, az nem kap többletpontot környezetnyelvtudásáért sem. Nekik célszerű állami nyelvvizsgát tenniük még érettségi előtt, nehogy emiatt ne kerüljenek be a kiválasztott anyaországi egyetemre. Azok viszont, akik például szlovák gimnáziumban szlovák nyelven érettségiztek, a felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő pontszámot kapják ráadásként.